Az Orbán kormány óta új időszámítás van kibontakozóban Magyarországon. A hónap ugyanis immáron nem 28, 30 vagy 31 napig tart. A magyar családok életében a hónap sajnos a kötelezettség tekintetében még mindig a naptár évnek felel meg, de a pénz elfogyása tekintetében, mint mondtam, új időszámítás van. Minden jel arra mutat, hogy az átlagos magyar családok minden hónap 25-éig kifolytnak pénztartalékaikból, és lényegében ilyenkor már hitelből, adósságból élnek. Több önkormányzat szakértőjével konzultálva meg tudom erősíteni önkormányzati vonalon is ezt a hírt. 20-a után, minden hónap 20-a után ugrásszerűen emelkedik a szociális, valamilyen szociális segélyre jelentkezők száma. Ez az Orbán kormány gazdaság és társadalompolitikájának a következménye. Annak a társadalompolitikának és gazdaságpolitikának, amely olyan adórendszert vezetett be, amelyben a dolgozók kétharmada nem tudja igénybe venni az adókedvezményt. Nem csoda, hogy minden hazai és nemzetközi kimutatás szerint a szegénység Magyarországon az Orbán kormány alatt nem csökkent, hanem nőtt, méghozzá drámai mértékben. A friss adatok, az állami szervek friss adatai, még egyszer hangsúlyozom, állami szervek friss adatairól van szó, szintén azt támasztják alá, hogy rossz irányba megyünk. Miközben ezt a sajtótájékoztatót tartom, ha valaki eurót akar venni, akkor több mint 300 forintot kell egy euróért adni. Az elmúlt napokban szinte tragikomikus volt, hogy olvashattam azokat a híreket, amelyek a forint erősödéséről szóltak. Olvastam, hogy a forint 301-es szintre erősödött. És aztán olvasom, hogy most már valamivel több mint 300 forintos szintre erősödött a forint. Megjegyzem, hogy kormányváltáskor ezt a forintot még jóval kedvezőbb pozíciók jellemezték. Az Orbán kormány alatt nemzeti valutánk nagy részben leértékelődött, úgy az euróhoz, úgy a svájci frankhoz képest. De nem csak ezen a fronton vannak rossz hírek. Nem teljesen összefüggéstelenül a forint árfolyamával, az Állam Adósság Kezelő Központ adatai szerint is az államadóság frontján nagyon rosszul állunk. A friss júliusi adatok szerint a magyar államadóság majdnem 22.500 milliárd forintra rúg, és több mint 2.500 forinttal magasabb, mint kormányváltás idején volt. Az Államadósság Kezelő Központ hivatalos adatai szerint tavaly év végéhez képest ennek az évnek a hónapjaiban az államadóság több mint 1.700 milliárd forinttal nőtt. Az Államadósság Kezelő Központ hivatalos kiadványaiból, közleményeiből az is világosan kitetszik, maga az Államadósság Központ, Államadósság Kezelő Központ ismeri el, hogy hiteltörlesztés ide vagy oda, az elmúlt időszakban, az elmúlt egy évben az Orbán kormány monetáris politikája jóvoltából több hitelt vett fel az ország, mint amennyi hitelt törlesztettünk. A központi költségvetés devizaadósága az Államadósság Kezelő Központ szerint egy év leforgás alatt több mint 860 milliárd forinttal nőtt, úgy, hogy közben egyébként törlesztettük az IMF hitelt is. Magyarán magánszemélyektől több hitelt vett fel az állam az elmúlt egy évben, mint amennyit törlesztett ugyanebben az időszakban. Minden szám, minden jel arra utal, hogy ezek az állapotok tarthatatlanok. Ez a politika, társadalompolitika és gazdaságpolitika folytathatatlan. Meg kell állítani a gyengülő forintot, a forint gyengülését, meg kell állítani az államadóság növekedését, és mindenekelőtt meg kell állítani azt a folyamatot, amely a magyar családok elszegényedéséhez vezet. Vissza kell állnunk a normális naptárra, magyar családok pénzének ki kell tartania legalább a hó végéig. Az MSZP erre törekszik, legkésőbb 2014 után
pedig be tudjuk bizonyítani, hogy ezek az elképzelések valóra válthatók.